Hollik Kassandra István belelát a jövőbe. Valahogy ösztönösen érzi, hogy mi fog történni a politikában. Az egészen biztos, hogy Gyurcsány Ferenc embere lesz a miniszterelnök jelöltje a baloldalnak, és őt nem Márki Kizai Péternek fogják -e Hát Pityu, ha bebukjátok jövőre a választást, és nem lesz munkád, Jósnak semmiképpen nem el, mert nagyon gyorsan éhen fogsz halni. Túl vagyunk az előválasztáson, nagyon sokan elmentek szavazni, a hekkerek hekkelgettek, a kígyók kígyóztak, és addig-addig kígyóztak a kígyók a sátrak előtt, még végül ki nem kígyózták Dobrev Klárát a versenyből. Szóval úgy tűnik, hogy nem kell Dobrevre szavaznunk, nem kell megint unikumot innunk, nem kell lenyelnünk a DK-t, feliratkozni se kell a csatornára, csak érdemes. Úgyhogy iratkozz fel és nyomd meg a csengőt, hogy le ne maradj egy videóról se. Márkizaj Péter győzött, és a 888 meg is írta, hogy hány szavazattal. De mintha ezek a számok nem igazán stimmelnének. Azonban a kommentekből kiderül, hogy a 888 olvasói a 888-nak hisznek, és nem a előválasztási bizottságnak. Meg is jegyezték a kommentelők gúnyosan, hogy milyen kevesen vettek részt a előválasztáson. Amikor pedig felvilágosítottam őket a valós számokról, akkor meg azt mondták, hogy ha már ilyen nagyon tájékozott vagyok, akkor mondjam már meg, hogy mégis honnan vannak a információim. Mondtam nekik, hogy a 888-on kívül bárhonnan, hiszen erről minden normális lap beszámolt, kizárólag a 888 írta meg ezeket a nem valós számokat, ami azért is különösen érdekes, mert a 888 maga is egy szám. És egy számnak nagyon ciki, hogyha nem ért a saját fajtájához. Holdik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Márkizaj Péter azért nem nyerheti meg a előválasztást, mert ő nem gyurcsány embere. Köszöntök mindenkit, Márkizaj Péter polgármesterről is. A miniszterelnök jelölt is. miniszterelnök jelölt urat is így van, bár valószínűleg ez már nem sokáig lesz így nyilvánvalóan. Gyurcsány Ferenc nem fogja engedni, hogy ő miniszterelnök jelöltje legyen a baloldalnak, de valóban még egy hétig megilleti ez a titulus a polgármester urat. Szeretnék megkérni mindenkit, akinek a Hollik István mostanában sportfogadási tippeket adott, vagy megsúgta a lottószámokat, hogy nagyon gyorsan vegyenek új szervényt, és változtassák meg a tippjeiket, meg a számaikat, mert sanszos, hogy elbukják a pénzüket. Kiderült ugyanis, hogy Hollik úr nem túlságosan megbízhatóan jósol. Legalábbis az előválasztás eredményét nem nagyon sikerült neki eltalálnia. Márkizaj Péter ugyanis nyert. Ami viszont csak egyet jelenthet, Márkizaj Péter valahogy mégiscsak gyurcsány embere. Karácsonyt Márkizaj váltotta a gyurcsány showban, de a régi jól ismert baloldali politika marad. Most akkor jó lenne, hogyha eldöntenétek végre, hogy a Márkizaj Péter gyurcsány embere, vagy nem gyurcsány embere hogyha ezt nem tudjátok eldönteni, akkor a az emberek azt fogják hinni, hogy kizárólag azért gyúlcsányozzátok a Márki hogy valahogy hatalomban tudjatok maradni, és egyébként meg semmi, de semmi alapja nincs annak, amit mondtok, és soha nem is volt. Hogyha nem hagyjátok abba a gyurcsányozást, akkor azt fogják hinni az emberek, hogy ezt az egészet nem is gondoljátok komolyan, és tulajdonképpen akárki kerül veletek szembe, akárki hívja ki az Orbán Viktort, arra úgy is rá fogjátok mondani, hogy a gyurcsány embere, mert mást már nem tudtok mondani. Arra viszont tökéletes az új gyurcsány reklám, hogy az elkeseredett DK-sokat kiráncsa a Dobrev Klára veresége miatti depresszióból. Hiszen, hogyha már Kizaj Péter is gyurcsány embere, hát akkor nyertünk, mégis nyert a DK. A DK-sok örömmel fogják konstatálni, hogy végülis az ő emberük lett a győztes, akire mégiscsak érdemes lesz majd szavazni jövőre pedig az előválasztási küzdelemnek köszönhetően sikeresen eljutott odáig néhány Dobrev szavazó, hogy ő bizony erre a jobboldali márkizajra nem fog szavazni, még csak az kéne. De a Fidesz azzal, hogy márkizajt is gyócsány emberének nevezi ki, és rajta keresztül támadja az összefogást, szépen vissza is tereli az eltévedt DK-sokat Márkizaj Péter mögé. Lehet, hogy eddig általában Orbán Viktorral kapcsolatban mondogattuk azt, hogy, hogy kér egy kávét, de hát most nagyon úgy tűnik, hogy ez a kávézó bezárt és átköltözött hódmezővásárhelyre, úgyhogy miniszterelnök úr, legyen olyan kedves a kasszához fáradni, aztán viszontlátás. Szerencsére nem Hollik István a NER egyetlen szakértője, nem ő az egyetlen, aki ilyen jól átlátja a magyar politikát, hiszen itt van nekünk Schmidt Mária, aki szerint Márkizaj Péter meghekkelte a előválasztást. Bakkeré meg már, azt hittem, hogy a kínaiak voltak, de kiderült, hogy Márkizaj Péter hekkelgetett. Na jó, nem úgy, nem arról beszél Schmidt Mária, hogy MZP hekker támadást indított volna. Hanem arról beszél, hogy a Hódmezővásárhelyi polgármester nem vett részt a pártok megállapodásában, és ami a lényeg, hogy nem is finanszírozta az előválasztást. Hát olyan nagyon azért nem lepődtem meg a milliárdos történész asszony szavain, végül is hát így beszél egy igazi oligarha, kit érdekel, hogy az emberek kire szavaznak, az számít, hogy ki fizet. Márkizaj Péter nem finanszírozója az előválasztásnak, tehát meghekkelte. fideszes honfitársaink sajnos nem igazán értesülhettek arról, hogy előválasztás zajlik az országban, ugyanis a propaganda gépezet erről nem igazán számolt be. Amikor pedig a városban járva kellene meglátták a kígyózó sorokat, nyilván arra gondoltak, hogy biztos a gyurcsány filmre árulják a jegyeket. Nemrég volt egy videóm egyébként arról, hogy a plegykák szerint maga Gyurcsány Ferenc is el fog menni a premierre, Elég beteg videó lett, de aki bírja a hülyeséget, az feltétlenül nézze meg. Ha jól tévedek, akkor olyan hat videóval korábban találjátok meg a csatornán. A Gyurcsány film egyébként megkapta az árt besorolást, ami nem arra utal, hogy ez a film minden jó ízlésű embernek árt, aki megnézi, hanem hogy ez egy, hát ez a film kéne művészfilm és így most már nem csak a multiplexek vetíthetik, hanem a művészmozik is. Szinte hallom a filmkedvelő értelmiségieket arról diskurálni, hogy vajon Enyedi filmére üljenek be, vagy a Kálomistájéra. Persze, amíg így elvitatkozgatnak ezen, félő, hogy fellöki őket a moziba hirtelen betörő iskolai osztály, amelyet kivezényeltek a gyurcsány filmre, hogy egy kis hazaszeretetet tanuljanak, de természetesen nem kötelező részt venni a vetítésen, ha már voltál ebben az évben legalább egy ákos koncerten, azzal is kiváltható a film, meg mondjuk a békemenettel is, de csak akkor, hogyha viszel magaddal még egy gyereket. Azt mindenki tudja, hogy gyerekkel kell menni a békemenetre, ugye? És minél kisebb a gyerek, annál jobb. Fontos, hogy még időben tanulja meg mi az, hogy Soros Bérenc, meg hogy kit kell megállítani. A békemenet a vadászati kiállításhoz hasonlóan egy igazi családi program. Tudjuk, hogy a kicsikorban szerzett élmények nagyon meghatározóak, úgyhogy mit kell a gyereknek nagyon gyakran látni, amielőtt felnő, hát kitömött állatokat, meg békemenetelő zombikat. Kicsit se fognak megérni az őrjöngő agymosott fideszes búmerektől, de hogy is. Az biztos viszont, hogy horrorfilme már másnaptól vihetik őket, bőven fel lesznek rá készülve. Márki Zaj Péterről azt állítja a Fidesz, hogy nem jobb oldali. Hát ugye ezt találták ki, ez a nagy ötlet. Márki Zaj Péter szerintük nem igazi keresztény, nem igazi családapa, és a neve sem igazi, mert Márkinek lehet ilyen neve. Arról akar a Fidesz minket meggyőzni, hogy ezzel szemben Orbán Viktor valóban jobb oldali. ehhez először arról kéne meggyőződnöm, hogy Orbán Viktor volt valaha valamilyen. De abba se vagyok már biztos, hogy az egykori liberalizmusa igazi volt. Egyedül a hatalomvágyával kapcsolatban nincsenek kétségeim. Azért mondom, hogy jobb ma egy jobbos, mint holnap majd túlzok, mert inkább legyen az ellenzék miniszterelnök jelöltje egy jobboldali politikus, mint egy olyan baloldali, akiről túlzás azt állítani, hogy nyerni tud. Arról már nem is beszélve, hogy inkább legyen az országnak egy olyan miniszterelnöke, aki valóban jobboldali, és nem csak azt hazudja magáról. Annyit mondta ez a kormány, hogy magyar ellenes, meg keresztény ellenes vagyok, hogy már hát így kezdtem elhinni. Hiszen ugye aki baloldali, meg liberális, az már eleve nem lehet nemzeti gondolkodású, meg, meg hát keresztény. Mondjuk keresztény ezzel a névvel, ami nekem van, amúgy sem nagyon lehetnék, de azért a hazaszeretet még megy, főleg, hogyha sokat gyakorlom. Egy Márkizaj Péter kellett nekem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy nem vagyok nemzetellenes. Mert hogyha az lennék, akkor nem tudnám már Kizaj Pétert támogatni, és nem tudnék rá szavazni. És menekülnék a Dobrev Klárához félelmemben, de nem így történt. Szeretném ünnepélyesen bejelenteni, hogy csatlakoztam a Márki Péterék mozgalmához. Mondjuk eddig se volt nagy titok, hogy segítettem nekik, de most már teljesen hivatalosan is csatlakoztam. És nem, nem lettem jobboldali továbbra is olyan országban szeretnék élni, ahol leginkább a rászorulókon segít az állam, és nem a jó módúakat gazdagítja tovább. Csak az a helyzet, hogy a régi baloldal hiába baloldalibb, mint Márki Zaj, ha végül nem lesz a programjából semmi. És nem csak azért, mert nem lehet velük nyerni, hanem mert egy árva szavukat nem lehet elhinni. Gyurcsány minden héten bejelentett valamit, aztán szépen elfelejtette. Szóval bármilyen kevés is a baloldaliság Márkizaj Péterben, neki ezt a keveset legalább el tudom hinni.